Kedves paptestvérek, kedves hívek! Az egyházmegyénket és személyemet érintő jelentős döntésről szeretnék tájékoztatást adni. Szentatyánk Ferenc pápa július 12-ével, tehát a mai napon a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé nevezett ki. Készséges akarattal fogadom ezt a döntést, hiszen Szentatyánk, mint Jézus Krisztus helytartója, földi képviselője, egészen bizonyos, hogy döntésében a Jóisten akaratát közli felém. Készséges és örömteli akarattal jöttem 2011 tavaszán a Pécsi Egyházmegyébe, hogy szolgáljak, és nagyon hálás vagyok, hogy az Egyházmegyének ilyen meghatározó időszakában megyéspüspökként szolgálhattam a paptestvéreket, diákonos testvéreket, katolikus oktatási intézményeinket, híveket. Most hála van a szívemben, köszönetet mondok ezért az együttműködésért, és köszönetet mondok az eltelt időszak isteni ajándékaiért, hiszen ajándékként tekintek az egyházmegyei hivatal munkatársaira, közvetlen munkatársaimra. Hálaként tekintek az egyházmegye papjaira, diákonusaira, katekéta testvérekre. Nagy hálával gondolok azokra az együtt töltött időkre, képzésekre, alkalmakra, amikor a katolikus oktatási intézmények vezetőivel, pedagógusaival volt módunk együtt formálódni a krisztusi nevelésnek az útján. Köszönetet mondok ezért. Köszönetet mondok azokért a küzdelmekért, amelyek egészen bizonyos, hogy mindannyiunkat formáltak és formálnak, és ajándékként jelennek meg az Úr asztalán. Készséges akarattal jöttem a Pécsi Egyházmegyébe, és ugyanilyen készséges akarattal fogadom Ferenc pápának a bizalmat sugárzó döntését a Veszprémi érseki székben való szolgálatra. A püspök Jézus Krisztustól nem csak feladatra kap meghívást, hanem arra, hogy teljesen azonosuljon vele. Bevonja őt az atyával való kapcsolatába, és mint engedelmes fiú szeretne példa lenni és jelen lenni a hívek életében. A püspöktől ezt kívánja az egyház. Ezzel a fiúi kiüresítő engedelmességgel vállalom a következő szolgálati helyet, abban bízva, és ebben bizonyos vagyok, hogy az Úristen ajándékokat akar készíteni a Főegyházmegye számára. Köszönetet mondok azokért a munkatársakért, akik ebben engem segítettek, és előre köszönetet mondok azoknak a munkatársaknak, akik az új szolgálatban segíteni fognak. Kérem, hogy kölcsönösen imádkozzunk mind a Pécsi Egyházmegyéért, hogy a Szent Atya gondoskodjék mielőbb saját pásztorról, és imádkozzunk azért is, hogy én magam is jól, Istennek tetszően tudjam betölteni szolgálatomat.